Rengeteg munka van, rengeteg feladat, ami a, egyrészt a modellváltásból fakad, másrészt a folyamatos életből fakad, harmadrészt a korábbi hiányosságokat kell bepótolni és utolérni önmagunkat. Az egyetem eddig is nagyon jól működött, nagyon színvonalas képzés folyt, de erről a külvilág semmit nem tudott. Tehát az egyik legfontosabb feladat egy olyan kommunikáció és marketing megteremtése, hogy egyrészt az országon belül is tudják, hogy itt milyen nagyszerű munka folyik, másrészt a nagyvilágban is tudják. A mai nap kaptam hírt, hogy megint egy nemzetközi versenyen egy első, egy második és egy külön díjat szereztek a hallgatóink. Ez most az ősz folyamán már a második ilyen nemzetközi verseny, hogy egyből meghívást kaptak már a következő nemzetközi versenyen négyen a döntőbe. Tehát ezek nagyon nagy eredmények, meg valóban igazolják, hogy itt milyen színvonalas képzés folyik, de ha erről senki nem tud, hát az azért nem olyan szerencsés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel megismertessük az embereket. A következő feladatunk, hogy már most el kell kezdenünk a felvételikre gondolni. Ez egyrészt a kicsiknél, a 9-10 éveseknél, akik a táncművész képzésbe most fognak belépni, nekik januárban lesz felvételi, és ugye február 15-ig kell a felvi.hu-n az egyetemi képzésre jelentkezni, tehát most erre koncentrálunk.